Városunkban a görög-katolikus templom mögötti fán fészkelő baglyokra lettek figyelmesek városunk lakói. A madarak az évnek ebben az időszakában jelennek meg a településen és keresnek élelmet a fagyos, hideg időben. Látványuk szemet gyönyörködtető és felhívja a figyelmet élővilágunk sokszínűségére. A baglyok a többi madártól élesen elhatárolódó csoportot alkotnak. Külsejük alapján főleg a lappantyúakhoz hasonlítanak. Tollazatuk dús, puha, így méretük is nagyobbnak tűnik, mint valójában. Csüdjük is tollas, mely kevés madárfaj sajátossága. Külső lábújuk a vetélő új, mely előre és hátra is fordítható. Erős, kampós karmaik és horgas csőrük van, melyek egyértelműen a ragadozó életmód jelei. Főleg éjszaka aktív állatok. Biztos azért vannak itt, mert valami ennivalót találnak itt a vásárlók, amit eldobálnak, vagy nem visznek el véletlenül. Hát örülök, hogy van. Az állatok mindig örömet okoznak. Az állatok a legőszintébbek a világon, úgyhogy mi idősek vagyunk. A tévében legtöbbször csak az állatos filmeket nézzük, mert az állatok az erejüktől függetlenül olyan szeretettel bánnak a gyerekeikkel, hogy ezt példaként lehetne állítani a felnőttek számára is. Úgyhogy örülök neki, hogy itt vannak. Táplálékukat konkrétan főleg cickányok, egerek és pockok alkotják. Hát itt melegebb van, mint odakint. Kint a mezőn vagy erdőn, ahol laknak. És hát gondolom azért, mert ugye általában szinte minden városba beköltöznek télen a baglyok. Nem tudom, hogy itt több kajájuk van, nem hiszem, de szoktak repkedni, vadászgatni esténként is. Megindulnak. Tehát a város központjában is lehet látni őket. Fontos felhívni a parkoló autósok figyelmét arra, hogy a bagoly köpet veszélyes lehet a gépjárművek fényezésére, ezért érdemes parkolás előtt körülnézni.